Köszönöm szépen, és sziasztok, és egy rutintalan rossz előadóhoz mérten rögtön mentegetőzéssel kezdem az előadásomat. Egyrészt elnézést, a hétfői csúszás az miattam van, tehát nem a szervezők bénáztak, hanem én okoztam az átütemezést. Elnézést a ruházatomért, nálunk hétfőn elromlott a légkondi, és az elmúlt két nap azért kemény volt ilyen szempontból, tehát hivatalosan engedélyeztük a nyári szabadidős viseletet az irodában. És a harmadik az már az előadással kapcsolatos. Én a most magyarul elmondandó előadást eredetileg laikus közönségnek a Brain Bar konferencián tartottam meg angolul. Ahogy körbenézek, azt gondolom, hogy egyel hozzáértőbb a startup világban egyel járatosabb közönségnek fogom most magyarul elmondani azokat a dolgokat, amik angolul vannak felírva a szlájdokra. Feltételezem, hogy ez oly mértékben nem fog mindenkit összezavarni, hogy ne tudjon követni. És az előadás témája igazából az, hogy a bankszektor egyébként miért gondoljuk, hogy nincs felkészülve azokra a technológiai változásokra és azokra a piaci változásokra, amelyek jelenleg zajlanak a világban, és mindebből mi következik a technológiai szektor számára, meg számunkra. Merre kell irányítanom, hogy... Hogy? Oké, és akkor néhány kérdés, hogy kontextusba helyezzük a beszélgetést. Tehát ki hallott arról egyébként valamikor tavaszi botrányról, amikor az Egyesült Államok drogüldözési hatóságában FBI ügynökök egyébként jelentős összegű 10 millió dolláros lopást követtek el, és hogy mit loptak el valójában. Eljutottunk odáig a technológiai fejlődés világában, hogy FBI ügynökök bitcoint loptak. Tehát elsikkasztották a nyomozás során az egyébként lefoglalt, ugye a Silk Roadnál lefoglalt bitcoinokból sikkasztottak körülbelül 10 millió dollárnyit. Ők elhitték azt a folyamatos kormányzati propagandát, hogy a bitcoin az nyomon követhetetlen, anonim, nem lehet beazonosítani, nem vették észre egyébként, ami az interneten zajlik, az mindig nyomot hagy maguk után, és megpróbáltak egyébként a Silk Road tulajdonosaitól lefoglalt bitcoinokból 10 millió dollárnyit elsikkasztani. Tehát elértünk a technológiai fejlődés világában odáig, hogy már gyakorlatilag a hatósági visszaélések is bitcoinban történnek. Azt nem tudom, hogy ki követte, és akkor most ne a számlaforgalmak, hanem a finanszírozási módozatok újdonsült verzióit beszéljük át, hogy az amerikai srác, aki vállalta, hogy egy krumpli salátát készít, az ezzel a vállalásával mennyi forrást tudott gyűjteni a Kickstarteren. Körülbelül 50 ezer dollárt kapott ez a srác, aki annyit csinált, hogy lefotózott egy krumpli salátát, és azt mondta, hogy ugyanilyet akar készíteni, és ehhez keres finanszírozást. Ehhez különböző támogatóktól, nyilván összességében kis összegben, tehát majdnem 7000-en támogatták ezt a projektet, összesen 50 ezer dollár sikerült a Kickstarteren összegyűjtenie, tehát egy viszonylag kis vállalással, egy viszonylag jelentős összegű finanszírozáshoz jutott. Nem tudom, mennyire ismeritek a Network 26 nevét, ez egy digitális bank, egyébként ez már nem is USA-beli sztori, hanem az európai sztori, egy német indítású bank, aki lényegében egy 8000 darabos, egy bank számára nem túl nagy ügyfélkörrel rendelkezik, de egy nagyon jópofa termékkel, egy-két szót majd mondok talán róla. Ők is fundraisingeltek, nem krumpli salátára, hanem digitális banki alkalmazásra. Ők pusztán egy mobil app fejlesztésével valamivel több mint 10 millió dollárt vontak be egyébként erre a fintech projektre első körben. És akkor megint egy másik kontextus nézzük, hogy milyen piacról beszélünk. Nem tudom, arra van-e számszerű gondolata valakinek, hogy az Apple az hány darab bankkártya adatot tárol. Tehát hány darab bankkártya adatot? 800 millió bankkártya információ adat van az Apple-nél, amivel ugye pár gombnyomással lehet NFC-képes kártya applikációt, meg sok minden más csinálni. Mondjuk az OTP ügyfélköre az 2 millió, és ebben kb. 70%-os a bankkártya penetráció. Tehát, hogy csak ugye a súlycsoportokat nézzük, hogy melyik szereplő mekkora manapság a pénzpiacokon. És akkor nézzük,
hogy ha itt tartunk, ilyen ez a világ, akkor milyen a piaci környezet? Hol, milyen piaci környezetben kell kiderülnie, hogy melyik versenyzőnek milyen esélyei vannak, és ki fog a pénzügyi szektorban egyébként komoly fejlődést tudni produkálni az elkövetkező években. Ugye ebben, bocsánat, egy picit ilyen makroekonomiai megközelítést is adok, de speciál ebben, ezen a piacon nagyon fontos. Ugye nagyon nagy a félelem a világban, mégis nagyon nagy az esély, hogy a pénzügyi válság egy hosszú elhúzódó, hát úgynevezett japán szindrómába torkolik. Japán 20 éve abban a helyzetben van, ugye a saját pénzügyi rendszerének az összeomlása és az abból kialakuló válságkezelés után, hogy egy ilyen alacsony növekedésű, alacsony inflációs környezetbe csúszott bele. Tehát bármiféle mesterséges eszközökkel, bármiféle mesterséges élénkítéssel jelentős növekedést nem tud ellenállni, pár százalékos növekedést tud, de inkább stagnálás közeli állapotot, és emellett pedig bár a piacra való pénzöntésnek sokszor inflációs kockázatai vannak, tehát hogyha a jegybankok nyomtatják a pénzt és növekedést próbálnak generálni, akkor elvileg ugye a sok nagy mennyiségű pénznek az lenne a következménye, hogy nagy az infláció, de furcsa módon infláció sincsen. Ugye ennek örülhetnénk, csak ebben egy ilyen környezetben az a tipikus, hogy a felhalmozott adósságállományok azok egyre kockázatosabbá tudnak válni. Tehát infláció és növekedés nélkül, ha valaki egy bizonyos adósságot felhalmozott, attól nem tud megszabadulni. Ugye adósságot elinflálni lehet, vagy kinőli lehet, hogyha egyik tényező sem jelentkezik a makro környezetben, akkor az azt jelenti, hogy ha a banknak van egy nagy hitelportfólió, akkor az jó sokáig vele fog maradni. Ha van egy felhalmozott államadósság, akkor azt nem lehet kinőni, és nincs többlet teljesítmény, amiből vissza lehetne fizetni, és nem is lehet elinflálni, tehát az megint jó sokáig velünk fog maradni. Egy ilyen gazdasági környezetben egy plusz megjelenő eladósodottság az nagyon sokáig a rendszerben marad, ami a bankszektor számára egy nagyon fontos adottság. Ez azt jelenti, hogy hitelportfólió frissülés, javulás, jobb teljesítmény nagyon sokáig váratni fog magára, és a bankszektor nagyon sokáig szenvedni fog attól, hogy egy rossz minőségű nyakáragadt hitelportfólióval, adósságállománnyal kell küzdeni. Ugye ez azt jelenti, hogy a banki üzlet az nem olyan jó üzlet mostanában. Nem, ugye, bocsánat, a rövidítésekért, ROA az a return on equity, ROA az a return on asset. Ezek két számjegyűek voltak a válság előtt, az OTP például 13%-nyi return on equity tudott csinálni, most pár százalék pedig, most már nem is a legrosszabb időszakban vagyunk. Tehát, hogy nem lehet akkora profitot csinálni tradicionális banki üzletekből. Sok a veszteség, kevés a profit lehetőség, ugye ráadásul alacsony a kamatkörnyezet, a jegybankok úgy tudják a pénzt a piacra önteni, hogy alacsonyan tartják a jegybanki kamatokat, alacsony kamatkörnyezetben. Nagyon nehéz egyébként érdemi kamatmarzsokat elérni, és nagyon nehéz profitábilis működést csinálni, miközben egy nagy hitelportfólión állandóan veszteségeket kell elszenvedni. Ezt a nem túl vonzó banki üzletet nehezíti az meg, hogy mindez ugye egy pénzügyi válság következtében alakult ki. Egy olyan pénzügyi válság következtében, ahol az lett a tanulság, hogy a bankok nem működnek jól, túl nagy kockázatokat vállalnak, túl nagy profit reményében, tehát egyébként a szabályozói környezet is mit tesz? Próbálja korlátozni a banki kockázatvállalásokat és a banki működéseket teszi drágábbá. Egyre bonyolultabb, egyre komolyabb kockázatértékelések során egyre nehezebb projektfinanszírozást csinálni, egyre nagyobb tőke megfelelést kell tudni produkálni, tehát ugyanahoz a banki működéshez jóval nagyobb tőke kell. Az egész abba torkolik, hogy lényegében egy, és ezt a bankok maguk mondják, a bankok lassan egy ilyen tradicionális közműszolgáltatásra alakulnak át. Tehát, hogy semmi más nem történik, nekik nagyon szigorú, nagyon leszabályozott, nagyon rögzített környezetben semmi újdonságot nem szabad kitalálni, szabad pénzt gyűjteni a betétesektől, arra fizethetnek minimális kamatot, nem sokat, ilyen kamatkörnyezetben, és nagyon szigorú rendezett szabályok között, szinte különbségtétel nélkül, meghatározott feltételek mellett hitelezhetnek esetleg, hogyha bírják vállalni ennek a kockázatát, és lassan ez lesz a banki működés, semmi más. Ami ugye azt jelenti, hogy borzasztó nehéz, borzasztó kevés a kitörési lehetőség, hagyományos banküzemben ügyfeleket szerezni, magasabb kockázatvállalás mellett nagyobb növekedést elérni és nagyobb profitot szerezni egyre nehezebbé, szinte lehetetlenné válik. Emellett ugye két dolog történik még ebben a környezetben, hogy a nagyon alacsony kamatkörnyezetben egyébként egyre kevésbé válik vonzóvá és természetessé hagyományos pénzügyi eszközökben, bankbetétben tartani a pénzt. Tehát ma már
ha valaki a bankbetétben tartja a pénzét, akkor körülbelül 0% kamatot kap rá. Jó, hogyha nominálisan megmarad a pénze, vannak olyan országok, ahol még a deflációs veszély is van, tehát ha nehogy Isten bankbetétben tartja az ember a pénzét, akkor kevesebbet kap vissza, mint amennyit berakott. De hogy mindaz a korábbi helyzet, hogy hát most miért a PayPal-on fiatassam, vagy tartsam a pénzemet, ott 0 forint kamatfizetés van rá, vagy egy digitális walletbe, amikor a bankom kamatot fizet, a bankom se fizet kamatot. Tehát eltűnt ebben a tekintetben is az előnye a bankrendszernek. És egy ilyen környezetben a bankoknak az innovációs képessége, a produktivitás javítására való képesség és hajlandóság az borzasztó alacsony. Túlélési üzemmódban működnek ezek a szervezetek. Menteni akarják a veszteségeket, csökkenteni a működési költségeket és valahogy kiegyensúlyozni az eltűnő profitot. És akkor nézzük, hogy ebben a környezetben hogyan működnek a tradicionális banki termékek, és ehhez képest a digitális világ milyen saját termékeket hozott létre, melyik milyen vonzó és mennyire versenyképes. Ugye jeleztem, a bankbetéteknek korábban mindenféle digitális wallettel, online számlákkal, minden mással szemben egy, illetve akár két előnyük is volt, az egyik a biztonság, a másik pedig a kamatfizetés, tehát hogy ott azért mégis volt valami kamatjövedelem. Kamatfizetés már nincs, a biztonság meg mindenki egyéni ízlésének a kérdése. Volt néhány bank, aki összedőlt a világban, tehát most ez már egy izgalmas kérdés, hogy egy kisebb hazai banknál van nagyobb biztonságban az ember pénze, vagy mondjuk a PayPal-nál, hogy most hirtelen más példát nem mondjak. Tehát különösen a fiatalabb generációk számára, akik az új pénzügyi rendszert egyébként már az összeomlás állapotában ismerték meg, sokkal kevésbé evidens, hogy a tradicionális bankrendszernek mi az előnye az egyébként technológia alapú online megoldásokhoz képest. Ugyanez, ha valaki el akarja dönteni, hogy egy klasszikus projektfinanszírozásra szoruló termékét hova vigye be, ma már több választása van. Ma már ingatlan crowdfunding oldalak léteznek a világban, ahol fel lehet rakni ingatlan projekteket, szépen meggyőzően kell tudni mellette érvelniük, nem bonitásvizsgálat történik, meg hiteltörténetvizsgálat, hanem lényegében egy pitch-el, egy online pitch-el kell tudni megpróbálni eladni egy projektet, és vannak ingatlan projektek, akik így szeretnek finanszírozást online felületen, crowdfunding módszerekkel. És ezt kell összehasonlítani azzal, ugyanezt a projektet bevinni egy tradicionális bankhoz, a projektfinanszírozási osztályra, és megpróbálni kitárgyalni egy projekthitelt, az milyen teherrel és milyen esélyekkel jár. Ebben a világban sokkal nagyobb arányban növekednek az ingatlan és akár nem tudom én turisztikai vagy egyéb crowdfunding megoldások, mint a banki projekt finanszírozás növekszik egyébként, sőt a banki projekt finanszírozás egyáltalán nem növekszik. Tehát az az a szektor vagy az a piac, ami évek óta stagnál. Ugye nem csak crowdfunding, vagy nem csak ingatlanra, meg projektfinanszírozás típusú ügyekre van crowdfunding, hanem egyéb klasszikus vállalati finanszírozásra, hitelezésre is a legváltozatosabb. Az AngelList-től, az OrCrowd-on keresztül, a CrowdCube-ig, a legváltozatosabb crowd investing fórumok vannak, ahol mondom, csak a legviccesebb példát mondtam, hogy még krumpli saláta készítésre is lehet $50,000 kapni. Viszonylag nehezen lehetne egy banktól krumpli saláta készítésre $50,000 finanszírozást kapni, mondjuk nem is feltétlenül racionális, tehát ez már inkább kicsit a saját maga paródiája az oldalaknak, de mondjuk egy Pebble új termékbevezetésre össze lehet gyűjteni $10 millió crowdfunding oldalon. Miközben nem biztos, hogy egy okos óra új generációjának a kihozására, ha bemegy az ember a bankba, akkor egy hónap alatt kitárgyal egy $10 millió finanszírozást. Valószínűleg nem tárgyal ki. Ugye fizikai bankkártya, mobil fizetési NFC és MRP-s megoldásokkal szemben. Nyilván a mobil fizetési megoldásnak is óriási előnyei vannak, bár lassan terjed, de óriási előnyei vannak a fizikai bankkártyához képest. Például, hogy nem kell hozzá poszterminál, tehát nem szükséges mindenáron egy leolvasó állomás. Egy mobil fizetési megoldás egy QR kóddal működik, amit minden kereskedő kinyomtat magának és kiplakától a pultja oldalára. Miközben, és akár alacsonyabb tranzakciós költségekkel, miközben egy hagyományos bankkártya fizetési megoldásnak komoly hardware feltételei vannak mindenhol. És akkor, hogy a legingoványosabb területre menjünk, még akár az hagyományos bankok online banki szolgáltatásai összevetve az e-currency-kkel, és itt nem csak a bitcoin létezik, hanem hát nyilván rengeteg lényegében e-pénz formájú pénz létezik, de ma már
több példát lehet arra mondani, hogy léteznek olyan devizák a világon, amik semmiféle jegybanki szabályozás alá nem tartoznak, semmiféle hatósági kontroll nincs felettük, és ennek ellenére gyakorlatilag lassan tradicionális fizetőeszközé válnak. Ennek persze megvannak a maga kockázatai azáltal, hogy a szabályozás hiánya az furcsa szektorokat is vonz ehhez a fajta technológiához, meg az is, hogy a szabályozás hiánya miatt mondjuk a bitcoinnak olyan volatilis az árfolyama, mint nem tudom én Nigéria saját devizájának, tehát azért van kockázat abban, hogyha valaki ebben akar üzletelni. De ennek ellenére technológiailag már létezik olyan dolog, ami teljesen önállóan csak piaci szabályozás alatt működik. A piacról beszéltünk, a makrokörnyezetről, meg az egyes piaci termékekről, de ennél talán még fontosabb az ügyfél, hiszen valójában az, hogy ki milyen szolgáltatást tud eladni a piacon, minek lesz tere, minek lesz növekedési tere, az az ügyfél szokások, ügyfél igények jellemzőitől, karakterisztikától függ. És ha valamiben óriási a változás, különösen generációról generációra, az a banki ügyfelek viselkedése és elvárásai. Nyilván jelentős törést okozott az ügyfelek bizalmában, elvárásaiban és várakozásaiban a pénzügyi válság, és borzasztó nehéz most már a bankszektor saját előnyeként azt feltüntetni, hogy oké, hogy bonyolultabb, nehézkesebb, drágább és sokkal szabályozottabb, de legalább megbízható. Ezt egy Lehman Brothers összeomlás után viszonylag nehéz évrendszerként használni. És ehhez képest ugye egy némileg bizalomvesztett ügyfélkör olyan generációs hozzáállással és várakozásokkal közelít, ami ugye azt jelenti, hogy türelmetlenebb a nehézkesség iránt, természetellenesebb neki a fiókokba való besétálgatás, a sorszámtépés, az ügyintézőre várás, a bonyolult formális szerződéseknek a megkötése. Sokkal erősebb igény az, hogy egyszerű, közérthető és olcsó megoldásokat találjon pont azokra az igényekre, amit ő támaszt és ami számára adott, és elvárja az alapszolgáltatóktól, hogy ezeket az igényeket elégítse ki, és könnyen, gyorsan, akár újra és újra választani akar. Mely választás nyilván bizonyos korlátok között lehet szűkíteni, tehát hogy Magyarországon nyilván erős banki lobby mellett még létezhet olyan szabályozás, hogy bankszámon szerződést kötni, vagy módosítani és felmondani, ez csak fióba bemenve lehet fizikailag. Ez nyilván korlátozhatja azt, hogy az OTP nagyon jelentős ügyfélkőre megcsappanjon, mert senkinek nincs kedve bemenni és felbontani ezt a bankszámla szerződést. De nem minden piac ennyire protekcionista hagyományos szereplőkkel szemben. Európai piacokon már létezik akár a online módon történő számla nyitás. Az előbbi cég, a Network 26, amit említettem, az egy dolgot csinált. Kifejlesztett egy olyan mobil applikációt, ahol 2 perc alatt lehet számlát nyitni, és 3 nap alatt megkapja az ember hozzá a bankkártyát. Egy dolog történik, letölti az ember az applikációt, pillanatnyilag Németországban és Ausztriában működik, fényképes és hangos beazonosítás alapján, ha német vagy osztrák állampolgár, akkor bankszámlát tud nyitni, és teljesen tradicionális bankszámlája egy mobil applikációban való 3 gombnyomás után rendelkezésére áll, és nagyon gyorsan egy bankkártya is. A mai fiatalabb generációk felhasználói igényeihez ez sokkal inkább illeszkedik, mint az, hogy menj be akár legközelebbi bankfiókba, tépd magadnak sorszámot, vigyél magaddal 25 dokumentumot, de még a 26-at úgyis otthon hagytad, tehát még egyszer vissza kell majd jönnöd, és egyébként egy olyan 1 órás folyamat alapján jussál hozzá egy bankszámlához. És valójában a helyzet az, hogy ez a Network 26, ez mondom, 8000 ügyféllel rendelkezik pillanatilag, és erre a 8000 ügyfélre, de az óriási termék iránti érdeklődésre és egy intuitív kipróbálásra, hogy tényleg borzasztó könnyen lehet bármilyen műveletet elvégezni ebben a mobil applikációban, első körben kapott 10 millió dollár, de valójában ez a digitális banki, direkt banki megoldások közül ez csak egy, tehát nagyon sokan mások is próbálkoznak hasonlóakkal a világban, és ami még egyébként akár meglepőbb folyamat, hogy mindezzel párhuzamosan a megtakarítások kezelésében is, illetve a hitelügyletek intézésében is egyre nagyobb szeretet hasítanak ki a szimpla online és mobil megoldások. Ez még kevésbé jellemző Európában, de az USA-ban 10-20 startupot fel lehet sorolni, akik
nem más csinálnak, mint egy nagyon kézreálló mobil, vagy tabletes, vagy akár webes alkalmazásban. Könnyű, szimpatikus, ügyes megoldásokat kínálnak arra, hogy az emberek úgy érezzék, hogy egyébként az ő személyes igényükhez vannak igazítva megtakarítási termékek, lekötési módok, stb. És ezek hihetetlen mértékű ügyfelet cippantanak el egyébként a hagyományos szolgáltatókhoz képest. Más nem mondjuk, van olyan startup, aki például azt találta ki plusz szolgáltatásként, hogy amellett, hogy kialakít neked egy portfóliót hagyományos eszközökből, állampapírokból, tőzsdei részvényekből, stb. Megjelölhetsz a portfóliót 1-2%-ára olyan preferenciákat, hogy te, teszem azt, gasztronómiai startupokba akarsz befektetni. És ahogy ezt megjelölted, gyakorlatilag egy meglévő portfólióból eléd pakolt 10 gasztronómiai startupot, és te meg tudod jelölni, hogy ezekben a gasztronómiai startupokban a következő funding roundban te bizonyos mértékű commitmenteket tenni akarsz. És már is úgy érzi az ember, hogy egyébként egy olyan összeggel, amit a saját megtakarításokból megengedhet, nem csak nagy tőzsdei árfolyamoknak, meg hasonló számára kiszámíthatatlan folyamatoknak vannak kiszolgáltatva, hanem magas kockázatvállalás mellett, de befektető tudott lenni egy-két kis cégben. Egy online szolgáltatáson keresztül. És hihetetlen mennyiségű exponenciális ügyfélkör növekedés produkál ez a cég például. Az ő példáját említette a Goldman Sachs vezérigazgató, amikor egyébként azt mondta egy pár hetes interjújában, hogy oké, hogy úgy érezzük, hogy túl vagyunk a pénzügyi válságon és a pénzügyi szektor stabil, de hogy, ahogy ő fogalmazott, the Silicon Valley is coming. Tehát, hogy jönnek a tech cégek és elveszik az ügyfeleket, meg elveszik a profitot. És nagyon furcsa módon egyébként számomra talán ez a legmeglepőbb, hogy mikrohitelezésben is banki infrastruktúrát kihagyó alkalmazásoknak a széles körű terjedése figyelhető meg. Megfigyelhető ott, ahol egyébként banki infrastruktúra nincs is. Ilyen fintech startup egyébként a régióban ismert, szerintem van kolléganő, aki jobban ismeri, mint én, aki ugye fejlődő országba vitt mikrohitelezési alkalmazást, mert hogy ott egyébként nincs is azt helyettesítő banki infrastruktúra. De az USA-ban is van olyan projekt, ami pusztán azt csinálja, hogy maximum egy hónapos döntési periódussal ad lehetőséget mikrohitelek felvételére úgy, hogy egyébként magánbefektetők finanszírozzák el a forrást, magánbefektetőknek meg van mondva, hogy ez olyan mikrohitelezés, amiben relatíve magas kamatelvárás van, de magas kockázatok mellett, és azzal érvelnek az ügyfelek felé, hogy hiszed vagy nem, ha a bankba rakod a pénzed, akkor is ugyanez a sorsa, csak ott nem is tudod, hogy egyébként milyen hitelportfólió, meg milyen hitelezésre hol fordítják. Ha bankbetétet raksz be, a bank abból egyébként úgy szerez pénzt, hogy kihelyezze hitelekbe. Ha nálunk helyezed a pénzed, legalább nálunk láthatod a hitelportfóliót. Folyamatosan nyomon fogod tudni követni, hogy mi ilyen típusú projekteket hitelezünk, erre adjuk a pénzünket, ha akarod, belakhatsz kétszer annyit, mert úgy látod, hogy jól működik, ha nem akarod, akkor kiveszed a pénzedet, mi transzparensen csináljuk azt, amit a bankrendszer egyébként nem transzparensen csinál, nálunk folyamatosan látod, hogy működik a hitelkihelyezés, és hihetetlen mennyiségű forrást tudtak erre összegyűjteni, praktikusan banki működést tudtak produkálni, ez a DealStruck nevű cég egyébként az USA-ban. És remekül működik egyébként az egy hónapos döntési periódussal rendezett mikrohitelezés, annak ellenére, hogy nem egy bankról, hanem lényegében egy online alkalmazásról van szó. Tehát ez a jelenlegi helyzet, és akkor nézzük, hogy mik a lehetséges fejlődési útvonalak. Én azt gondolom, hogy a bankszektor borzalmas nehéz helyzetben van. Hogy miért elmondtam? Lényegében egy nagy részt az ő szerepével kialakult válság utáni túlélési periódusban van még. Egy olyan túlélési periódusban, ahol egyébként hihetetlen terheket vállalt már fel. Tehát rengeteg veszteséget írt le, rengeteg költséget bevállalt, leépítéseket vállalt be, profitról kellett lemondania, lényegében vissza kellett vágni a működését. És egy ilyen piaci vagy működési hangulatban kellene tudnia felvenni a versenyt abban, hogy fel kéne tudni pörgetni az innovációt, fel kéne tudni pörgetni a hatékonyságot, valójában az alkalmazottainak a felét, de kétharmadát valószínűleg el kéne bocsátani, akik a tradicionális hitelezésben, meg betétszámlanyításban, meg hasonlóban tanulták ki a szakmát, a fiókoknak a 90%-át be kéne csuknia, el kéne indulni a digitális fejlesztések irányába nagyon radikálisan, ami azt jelenti, hogy pénzt kéne költeni az innovációra,
miközben fájdalmas módon, emberi sorsok tömegét érintő módon költségeket kellene lefaragnia, úgyhogy már egy jó ideje ezt teszik egyszerűen piaci és szabályozási kényszerből. Miközben, ha a bankba kimondod az innováció szót, akkor mindenki a fejéhez kap, hogy úristen, hát 2009 előtt pont, hogy innováltunk, ahogy csak lehetett, és abból lett a pénzügyi válság, hiszen ők azért tradicionálisan az innováció alatt a jogi innovációt értették, hogyan csináljunk olyan szerződéseket, amiből nem derülnek ki azok a kockázatok, amik egyébként valójában léteznek, és nem feltétlenül a technológiai innovációt. Tehát, hogy ebben a helyzetben elmagyarázni egy banknak, hogy csukd be a fiókjaidat, és csinálj egy olyan mobil alkalmazást, ahol egy perc alatt lehet számlát nyitni, és kétszer annyi ügyfeled lesz, lehet, hogy egyébként az idősebb generációból elvesztesz egy csomó ügyfelet, nem lehet, és nem is lenne természetes, vagy nem is lenne elvárható. Nyilván ezek a típusú szervezetek, ezek a típusú működések bizonyos mértékű alkalmazkodási képességgel rendelkeznek, és ez az alkalmazkodási képesség, ez iszonyúan próbára lett téve az elmúlt években, és nem abba az irányba tolta őket, amely irány már egyébként a technológiai innovációval fel tudnák venni a versenyt. Ugye, ahogy jeleztem, ráadásul egyébként a hatósági oldal is hitelét vesztette, emiatt túlkompenzál, bonyolítja, nehezíti, drágábbá teszi a működést. Tehát ha most fogadást kellene kötni, hogy a technológiai innovációban a bankszektor milyen gyorsan tud részt venni, én biztos nem rájuk fogadnék. Ugye az a helyzet, hogy sok más iparág is, akik ennél könnyebb helyzetben voltak, vesztesei voltak a technológiai innovációknak. Volt-e bármi oka a lemez kiadó cégeknek 10-20 évvel ezelőtt elaludni, és nem követni a technológiai fejlődés folyamatát? Megviselte őket bármi annyira, mint a bankszektort megviselte a válság? Nem, a lemez cégek egyébként követhették volna az innovációs folyamatot, és rájöhettek volna, hogy az internet világában valójában nem a hagyományos lemezkiadás a biznisz. Ennek ellenére nem tették meg, és ennek ellenére elaludtak, és ennek ellenére áldozatává, nem nyertesévé, hanem áldozatává válták a technológiai innovációnak, és a Napster már szétverte a piacukat, bár abból sok hasznot nem csinált, de a Spotify, meg a Pandora, meg a hasonlók nyilván sokkal nagyobb növekedési esélyekkel, vagy akár csak az iTunes, vagy bárki más ezen a piacon, sokkal inkább befolyással, dominanciával, növekedési képességgel rendelkezik, mint a hagyományos lemezkiadók, akik azóta is gyakorlatilag ájult állapotból ébredve keresik az új üzleti modelljüket, hogy akkor hogy lehet még ezen a piacon olyan eszközökkel pénzt csinálni, hogy ők egyébként megszokták, hogy pénzt lehet csinálni. De nem véletlen írtam fel a képrögzítés piacát, hogyha lehet ilyen általános klauzulával vagy megnevezéssel illetni egy piacot. Miért van az, hogy a 130 éves tradíciókkal rendelkező Kodak abban az időszakban tudott csődbe menni, amikor a képrögzítésben olyan ügyféligények és olyan lehetőségek keletkeztek, hogy ez egy 10-20 fős csapat, akik az Instagramot fejlesztették, gyakorlatilag egy pillanat alatt le tudták tarolni. Hogy a fenő van, hogy a Kodakban senkinek nem jutott eszébe, hogy fotózni most már mobilon fognak az emberek, tehát nem film alapanyagot, meg nem készülékeket kell fejleszteni, hanem csinálni kell egy mobil alkalmazást, amivel le lehet tarolni a piacot. Abban a cégben nem volt ember, akinek ez eszébe jutott, vagy bocsánat, lehet, hogy volt, de azt kirakták egy hónapon belül. Mert ugye nem abban a termékkörbe fejlesztett, amivel ők megszokták, hogy fejleszteni kell, hanem a Kodakon kívül egy teljesen hozzájuk képest finanszírozás nélküli, néhány fős, láthatatlan fejlesztő csapat alakított ki egy olyan mobil applikációt és közösségi alkalmazást, amivel kiszolgálták azt az új ügyféligényt, hogy mobiltelefonnal mindenki halára fotózza magát, ráadásul mérhetetlen mennyiségű rossz képet képzít, de mégis szeretné egymásnak megmutatni, amit picit feljavítva jó effektekkel hozzáférhetővé kell tenni egymás számára, és innentől ott fotóznak az emberek, és nem a Kodak fényképezőgépeken, meg a Kodak nyersanyagokra. Tehát, hogy még azokban az iparágakban, ahol nem volt ok a fejreállásra, és nem szenvedett válságot az iparág, egyszerűen csak a nagy, nehézkes dinoszauruszoknak nem volt képességük az alkalmazkodásra, még azokban az iparágakban is letarolta a technológiai szektor ezeket az iparágakat. Győzzön meg valaki arról, bár gondolom az itt ülők nem erről akarnak meggyőződni, hogy ugyanez nem fog megtörténni a bankszektorban, ahol a dinoszauruszokat már eltalálta 2-3 meteor, és ezek után kellene túlélniük és még gyorsabban alkalmazkodniuk. Tehát, hogyha valahol a következő években és évtizedekben brutális változások fognak történni, és valahol a technológiai szektornak hihetetlen lehetőségei vannak, akkor ez az a szektor, úgyhogy hajrá, tessék megcsinálni a fintech cégeknek a Napsterét, vagy Pandoráját, vagy Spotifyját, vagy bármi mását.
Köszönöm szépen a figyelmet. Most lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyetek fel Péternek, de nem egyébként meg is fogalmazódott egy, de megvárom a közönségben sem. Csak egy gyors kérdés a crowdfunding platformokról. Most ugye ez úgy néz ki, hogy egy B2B-t látod, hogy kinek kölcsönözöl, viszont én ezt lehet, hogy átmeneti állapotnak tekintem meg, de végtelőtt ezeket a platformok megtalálták a felvevők, az equity keresők a forrásokat, viszont simán el tudom képzelni, hogy az intézményi befektetők fogják majd ezeket a platformokat hosszú távon használni, tehát kicsit, mintha a B2B jellege elvittem a meglátjuk, hát ugye sokkal könnyebben férhetőek hozzá látszólag egyébként információk, mert azért a crowdfunding vagy crowdinvesting platformokon egyébként alapvetően érzelmi benyomások alapján dőlt az ember, nem üzleti tervek alapján, és utólag bizonyosul be, hogy mi a valóság. Amit mondasz, az részben már létezik, tehát mondjuk az AngelList-en van szindikátus szervezés és finanszírozás, tehát ott van olyan, hogy van egy megbízható befektető, aki mögé beállsz egy szindikátusba, és akkor onnantól ő kezeli a teljes szindikátus pénzét. Tehát ilyesfajta kezdemények vannak, hogyha egy ilyen lead angel-t intézménynek tekintünk, akkor van olyan, hogy onnantól én megbízok benne annyiban, hogy ő befektetési döntéseit követem. Ezzel együtt én azért ezeknek a platformnak is kell, hogy legyen valamiféle transzparencia fejlődése. Én ezt látszólagos transzparenciának érzem, hogy egy jópofa videó, meg termékleírás, meg esetleg a crowdinvesting platformokon egy Excel-es üzleti terv alapján dönt valaki finanszírozásról. Bár még mindig transzparensebb, mint bankba tartani a pénzt, és a bank majd eldönti, hogy milyen projekteket finanszíroz belőle. De azért legyünk őszinték, sok bebukott befektetés lesz ezekből. Tehát, hogy ezek nagyon magas kockázatú befektetések, tehát én a fejlődés folyamatát inkább úgy látom, hogy majd azért a ügyfél oldalon alakul, tehát a finanszírozói, a befektetői oldalon alakul ki az igény, hogy oké, most már 9 befektetést elbuktam, most már találjuk, hogy a 10-et hogy csinálja meg úgy, hogy abban egy picit több transzparenciát kapjak, vagy a platformtól válom el, hogy több információt adjon, vagy ténylegesen, amit mondasz, megtalálom azokat az intézményeket, akiknek egyel több kredibilitást adok, és akiről azt gondolom, hogy ő jobban átlátja azt a befektetést, és jobban megbízhatok benne, és én egy jópofa renderelt videó alapján nem biztos, hogy el tudom dönteni, hogy jó helyre fektettem be a pénzemet. A mostani folyamat az ennek az ellenkezője, tehát valójában az az érdekes, hogy még a kockázati tőke és az alapkezelési világban is az látszik, hogy az üzleti angyalok, a befektetési forrásokkal rendelkezők kivándorolnak az intézményi struktúrákból, és egyre inkább közvetlenül kezdik belerakni a pénzüket. Tehát van egyfajta ilyen nyomás a kockázati tőkeiparágon is. Ez nyilván akkor áll meg, vagy akkor fordul vissza, hogyha bebizonyosodik, hogy ez mégiscsak egy szakma, és mégiscsak menedzselt kockázatokkal lehet úgy befektetést csinálni, hogyha van valaki, aki a szakmai kontroll gyakorol, és akkor megjelenhet az, amit te mondasz, hogy majd intézmények megjelennek lead befektetőként, és akkor én nem egyes kis cégvel fektetek be, hanem azt mondom, hogy ennek az intézménynek megbízom a portfóliójában. De nem olyan bonyolult formában fog történni, mint most, hogy egy kockázati tőke alapnak az alapkezelője elkezd fundraiselni, és elmegy 30 magánbefektetőhöz is, és azt mondja, hogy bízzatok meg bennem, hanem egyszerűen csak egy online platformon nyomon követhető track rekordja lesz, látszik, hogy van 15 jó befektetése, és akkor én be tudok szállni mögé, és azt tudom mondani, hogy akkor oké, az én pénzemet is befektetheted a jövőben. Nekem az a kérdésem, hogy egy tiszta az ördög ügyvédje, abból a szempontból, hogy amit említettél, ezek a szolgáltatások, a number 26 közéket, mondjuk tipikusan egy retail bank, tehát mondjuk lakosság ügyfeleknek. Én igazából azt látom, hogy igen, mindenki azt mondja, hogy ezek sokkal jobb szolgáltatások, mint amit a bankok nyújtanak, ez így van, sokkal könnyebbre váltani, viszont a legnagyobb akadályt igazából nem is abban látom, hogy azt mondja a szabályozó, hogy be kell menni a bankfiókba, és ez túlmacerás mindenkinek, hanem az ügyfeleknek, hogyha azt mondom, hogy széles körének, ez igazából még mindig nem üti meg az inger küszöbét, mert nem látja a különbséget, és igazából nem érdekes nekik annyira. Hát, láttam egy csomó felmérést arra, igen, ugye vannak ezek a felmérések, hogy a fiatalok sokkal jobban bíznak a tech cégekben, mint a bankokban, inkább elmennének fogorvoshoz, mint bankba. De egyébként a másik oldalról ugyanott ott vannak azok a felmérések, hogy egyébként az amerikai fiatalok hol nyitnak bankszámlát valamelyik online-nál vagy Bank of America-nál, még mindig ott.
plusz láttam ilyen jelentést, ami megint nagyon vicces volt, és ezt megcsináltuk Magyarországon, meg láttam több helyet, hogy megcsinálták külföldön is. Két kérdés volt tettek fel az ügyfélnek. Kedves ügyfél, mi a fontos neked, hogyha pénzügyi szolgáltatást szeretnél? Racionálisan átérő, hogy igen, legyen olcsó, legyen hatékony, legyen egyszerű, és valahol ott van a lista alján, hogy és legyen a közelbe bankfiók. És akkor néhány elterelő kérdés után föltették azt a kérdést, hogy oké, kedves ügyfél, és mi alapján választasz bankot, melyiknek van a közelbe bankfiókja, meg átérje. És ez egyébként nem csak Magyarországon, de láttam egy amerikai felmérést, ami ugyanezt csinálta. És igazából arra akarok kibadni, hogy szerinted mi lenne az, ami kvázi ebből a szempontból azon kívül, hogy egyszer csak fölnő az a generáció, aki már ezeket értékeli. Szerintem ez nem generáció kérdése, ez a generáció már jelen van szerintem. Szerintem ez cég méret kérdése, hogy nagyon leegyszerűsítsem. Tehát, hogy ha még egymás mellé rakod a Citibank meg a Network 26 nevét, akkor nyilván bizonyos mértékben eltérő a brandismertség, de független attól, hogy a Citibankban sem bíznak, és a Network 26-ban, mint tech cégben bíznak, a hagyományos banki szolgáltatásokban még nyilván nincs ez a bizalom kiegyenlítés. Ha az első három tech cég fölnő, aki egyébként versenyképes lesz a bankokkal, akkor azt gondolom, hogy ez a trend lavinaszerűen meg tud fordulni, mert onnantól fogva nyilvánvalóvá válik, hogy van egy ugyanakkora és megbízható alternatíva, ahol mindegy, hogy hol van a bankfiók, mert ahol van a mobilom, ott van a bankfiókom. Most még valójában ez nem létezik. Tehát még nincsen meg a fintech cégeknek a Spotify-ja, ahol én nekem van egy kvázi amatőr blues együttesem, akivel egy CD-t csináltunk, és egyébként egy-egy fesztiválon felléptük, most a fiam előfizetett a Magyar Telekomnak a Spotify csomagjára, és mondtam, hogy poénból nézze meg, hogy rajta van-e a CD-nk, rajta van a CD-nk. Tehát, hogy tényleg az az érzés az embernek, hogy ez a Spotify ez olyan, mintha bármilyen CD-t megtalálok egy CD-boltba, és akkor már nem megyek be. Előtte még, amíg a Spotify nem volt, előtte hallgattam zenelejátszó alkalmazásokat, de speciál bementem a Virgin Megastore-ba. Mert azt gondoltam, hogy egyébként van néhány olyan lemez, ami nem lesz fenn a Spotify-on. Ezután az élmény után azt tudom mondani, hogyha régi klasszikus 100 évvel ezelőtti jazz lemezeket keresek, az is fel lesz, mert a mi hülyéskedésünk is fenn van. Tehát, hogy nincs még meg ugyanaz a súlycsoport a tech cégeknél. Amíg nem lesz meg ugyanaz a súlycsoport, addig ezek a felmérések ezt fogják mutatni, azt gondolom. A másik pedig, hogy félreértés ne essék, nem fog eltűnni a hagyományos bankszektor. Tehát, hogy én nem arról beszélek, hogy a hagyományos bankok el tudnak tűnni. A hagyományos banknak a legnagyobb veszély, hogy egy szabályozott, szinte jelképes profitabilitású közüzemi szolgáltatóvá válnak. Amit ők nagyon utálnak, mert ha eddig valahol iszonyat sok pénzt lehetett keresni, azok ugye a banki vezetői állások, miközben a banki vezetői állások most a távfőszolgáltatói vezetői állásokhoz hasonló típusú készségeket és lehetőséget fogják feltételezni, akkor ez nem lesz egy érdekes perspektíva. Márpedig most e felé megy a világ, hogy az ügyfélek számára vonzó érdekes dolgot a tech-cégek hozzák, és a banki működés ez teljesen lecsupaszodik, és egy nagyon szabályozott és semmiféle változás lehetőségét nem tartalmazó dologgá válik. De ettől függetlenül a Network 26 egy speciális példa, mert ők tényleg saját bankszámlát nyitnak. Tehát nagyon sok olyan típusú tech szolgáltatás van, ami egyébként visszacsatol hagyományos bankokhoz, tehát hogy ő nem akarja elvenni a bank teljes piacát. Ebből az unalmas és érdektelen dolgot csinálja meg a hagyományos bank, és én majd frontolom az egészet, és eladom a szolgáltatást, és lefölözöm az esetleges hasznot belőle. Igen? Nekem az az egész platform, most a tech alán telekommunikációs cégek adják. Szó volt a mobilnetszárcáról, senki, amíg vagy szar, vagy nem igazi, és nagyon lassan lépnek, mikor ezek pénzük is van, borzasztó meg ők, és a teljes platformot ők adják. Szó volt arról, hogy az embernek ennyi meg annyi adata van, ugyanaz az adat mindegyik. Jó, nem feltétlenül egy kézbe, de mondjuk odakon szinten, felemar szinten. Ez egy kis, sokkal lassabban halad, erre nem tudom, miért nem ad egyébként valaki pénzt, vagy miért nem áll össze egy bankkal, vagy hogy ez miért nem működik, pedig ott a mobil adja, megnyomom a gombot, hogy akkor legyen egy kérdés. Értem a kérdést. Az, hogy ez Magyarországon nem biztos, hogy működnem hatóságilag, az egy más kérdés. Hát ugye nekem volt olyan szerencsém, hogy volt olyan fintech befektetésünk, aki azért nem csak a Magyar Telekom szektort pitchelte végig, hanem a Spanyolországtól Szingapúrig és Tájföldig és Indonéziáig és az USA-ig és Mexikóig mindenkit végigpitchelt. Ebben nem volt érdemi különbség, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez egyszerű nagyvállalati kultúra. Tehát azért azt el kell fogadni, hogy az emberi tényező mindenhol meghatározó. Tehát egy olyan nagyvállalat
működési modelljében, ahol ugye a telekom cégek viszont nem közműszolgáltatókká válnak, hanem ők hagyományosan közműszolgáltatók voltak. És egy közműszolgáltató logikára felépülő emberállománnyal és működési rendszerrel rendelkeznek. Tehát ezeknek a cégeknek kellene most megugrani, sok ezer fős stáboknak kellene most megugrani, hogy akkor innentől ők váljanak az innovátorokká, és használják ki azt a lehetőséget, hogy náluk van az adatforgalom, náluk van a készülék, de ennek elére nem tudják kiaknázni. Magyarországon relatíve közelről végigkövettem, amit a Mobiltárca Egyesület csinál. Nyilván két egymással szemben paranoiás szereplő, a bank meg a telekom cég állt, ahol a bank félt, hogy hát eddig ez az ő biznisze volt, most mit akar a telekom cég elvenni tőle. A telekom cég úgy érezte, hogy a bank azért ott majd a interchange díjakon biztos át fogja őt vágni, és valójában le fogja húzni az egészet. És az egész egy defenzív, és inkább az egészet megakasztó működésbe ment át. Tökéletesen igaz az a megállapítás, hogy a kis, néhány fős, korlátozott mértékű fundinggal rendelkező tech cégeknél a telekom cégek korábban letarolhatnák ezt a piacot, és mégsem tudják letarolni. Ez megint emberanyag vállalati kultúra következménye. Hogy? Picikén be lehetne törni hozzájuk, hogy tehát valószínűleg szóba se állnának olyan, hogy hozott egy ilyen telekommunikációs amfőzőt, hogy csak bankszámlákat vállalhatnak. Hát ugye, tehát hogy van az a típusú startup, aki valójában olyan alkalmazást csinál, ami bankoknak, telekom cégeknek pitchel. Ha nagyon beletalál a aktuális problémák megoldásába, akkor ez lehet sikeres. Tehát van ilyen. Látunk ilyen startupokat. Ha nem megy át az üzenet, nem tudja elmagyarázni, akkor meg egy választás van. El kell hozni a piacot, megfelelő ügyfélszámot kell elérni, és akkor már más lesz a tárgyalási pozíció. Tehát én láttam, hogy a Telekom, hogy a Spotify és a Telekom hogy tárgyaltak egymással. Nem a Spotify kúszott be a küszöb alatt. Csak hát ahhoz fel kell nőni egy Spotify méretre. Vagy pedig, tehát lehet B2B-be elindulni, léteznek ilyen modellek, akkor pedig nagyon jól kell ismerni a vállalati kultúrát, a döntéshozatalat, és az, hogy konkrétan náluk most milyen aktuális probléma megoldás van. Mert ami aktuális probléma megoldás ki van adva, azzal tudnak foglalkozni, de egyszerűen nem olyan a vállalati kultúra, hogy abba beleférne, hogy ennél sokkal szélesebb látószögbe gondolkodjon. És ennek megvan a logikája, én ezt nem lenézve vagy leértékelve mondom. Egy nagy vállalat nem tud úgy működni, mint egy startup, hogy minden reggel felébred és új dolgot talál ki. Tehát, hogy az egyszerűen nem létezik, nem követhető az a működés. Nekem azzal kapcsolatban lett volna egy kérdésem, hogy a megoldások alcíme az tulajdonképpen az, hogy mit tehetnek ellen a bankok. És ezzel kapcsolatban az elkérdésem, hogy szerinted van-e olyan most, van-e olyan bank szereplő a hazai bankszektorban, aki esetleg ehhez így jól mérte fel a helyzetet és jó intézkedéseket tudott? Okay. Az igen, az arra van, hogy értem a kérdést. Az az érdekes, hogy miközben a hazai bankszektor sokkal nagyobb pofonokat kapott, mint egyébként az a régióban logikus lett volna, mert úgy tudja, az állami szereplő is pofozta. Ennek ellenére minden kritikai észrevételem mellett is azt látom, hogy egyébként a digitális innovációval kapcsolatos fogékonyság az feltűnően magas. Hogy ez miért van, nem biztos, hogy meg tudom magyarázni. Ezzel együtt is azt látom, hogy a Kodak is akkor menekült volna meg a csődhelyzettől, hogyha ő maga alapítja meg az Instagramot egyébként. Azt nem gondolom reális szenáriónak, hogy a Kodakon belül egyébként az ottani fejlesztésből az alkalmazás kijöhetett volna, de ha ő azt mondja, hogy oké, leültetek 10 fejlesztőt, aki nem az én vállalati struktúrámban dolgozik, nem nyomom rá az én belső folyamataimat, a riportálási, a felelősségi, a beszámolási szabályokat, hanem dolgozatok külön, de amit csináltok, azt én akarom használni, akkor lehet, hogy ott is kijött volna egy külső fejlesztő csapatból az Instagram. Nem célom dicsérni az OTP-t mostanában, mert bőven eltávolodtunk egymástól, de az OTP az egyetlen, aki ezt megcsinálta, tehát hogy ő megalapította az OTP mobilt, ami egy olyan lányvállalat, ami egyébként csak távolról van benne a reporting struktúrában, önálló döntéseket hoz, saját fejlesztéseket csinál, nyilván utálják azok a hazai startupok, akik nem egy milliárdos tőkével indultak, hanem mobilapot egyébként ennél picit kevesebb pénzből próbálnak fejleszteni. Ez egy izgalmas, szerintem már a vállalati kultúra területére tartozó kérdés, mert az OTP megtette azt, bocsánat, hogy ilyen leegyszerűsítve fogalmazok, hogy elindított egy startupot. A túlzott funding egyébként nem mindig jó, tehát az el is kényelmesítheti, de az OTP azt megtette, hogy oké, itt az OTP mobil,
csináljatok valamit, próbáljatok olyan termékeket csinálni, amik akár az OTP-s termékekkel is versenyeznek. Egyébként furcsa ilyenbe, tehát hogy az OTP-nek van saját mobil fizetési alkalmazása. Sőt, több alkalmazása van, mert a Smartbankban is van már mobil fizetési megoldás. Van az OTP, ami a Cellum által nyújtott motorral futó fizetési alkalmazás, és ezzel konkurál egyébként a Simple-nek az alkalmazása, mindegyik egy picit más oldalról közelítve meg. De az OTP azt mondta, hogy ezt megfinanszírozza. Tehát akár kanibalizálja saját magát azért, hogy egy olyan termék jöjjön a piacra, vagy alakuljon ki, ami egyébként nagyobb túlélési képességgel rendelkezik, mint a hagyományos bank. És most nem akarom ezt vizionálni, de lehet, hogy a végén az OTP mobil lesz a 10-szer akkora cég, mint az OTP bank. Most ez nyilván évtizedekre van innen. De a piacon akkor tud maradni, hogyha ezt megteszi. Tehát, hogy ezt nyugati, tehát angol bankok se csinálnak ilyet, sőt, mondjuk az angol bankrendszer ilyen szempontból még konzervatívabb, tehát ők nem értik, hogy mit kell itt foglalkozni technológiával, meg hasonlókkal. Úgyhogy van erre megoldás, csak ugye ebben az előadásban erre mondta, tehát hogy megkérdezték a végén tőlem, hogy what is the answer, what banks should do to avoid disruption, és erre azt mondtam, hogy they should disrupt themselves, tehát hogy a piaci változás megtörténik, ők vagy részt vesznek a lebontásában is, az építkezésében is, vagy csak a lebontásának lesznek áldozatai. Köszönjük szépen, mert még van esetleg. Ott kérdés. Volt még egy kérdés. Nem feltétlenül jó, ez általánosító megjegyzés volt. Úgy én sem értek egyet egyébként, lehet vitatkozni rá, ez egy networking része, ahol egyébként egy bankban keretében, ha Péter is valami. Nem, tehát ez egy általánosító megjegyzés volt, azt gondolom, hogy a Santander az valóban egy jó példa, a Berkeley az egy olyan példa, aki ilyen szempontból az őskorból kell visszahozni, tehát én annyit akartam jelezni, hogy ma nem az a piaci állapot, hogy mi 10 évek, a mi bankrendszerünknek a nagyobb szereplői 10 évvel lemaradva követik a kinti piacot, hanem valójában ugyanaz van, mint a mobil technológiában, ahol ugyan a mi telekommunikációs infrastruktúránk fejletlenebb volt, mint a nyugaté, de a mobil technológiát már egyszerre építettük fel, és akár bizonyos pontokon gyorsabban is, mint ők. Köszönjük szépen! Okay.